Miután a községi képviselőtestület legutóbbi ülésén elfogadta a sporttámogatásokról szóló rendeletet, kiírásra kerültek az idei pályázatok. A községünkben működő mintegy 40 sportklub március 25-ig adhatja be az idei évre vonatkozó programtervezetét és igényelheti a támogatást a 2015-ös évre mintegy 8 millió 400 szerinárt látott elő az önkormányzatos sporttámogatásokra. Ez összegében kevesebb, mint a tavalyi évi támogatás, viszont mivel teljes, tehát 100%-os megvalósulásra tervezünk, ezért arányaiba 100%-osan ugyanannyi lesz a megvalósított értéke, tehát a kluboknak kiutalt összeg, mint az előző évben. Annyi a különbség, hogy mivel 100%-os megvalósulással tervezünk, ezért a klubok tehát szisztematikusan tudnak tervezni, tudnak gondolkodni az idei évre, hiszen a megítélt eszközöket el fogják kapni teljes mértékben. A teljes keretösszegből 685 ezer dinárt különböző a községre nézve fontos sportrendezvények, programok támogatására különítenek el, míg nagyobb hányadát klubok, egyesületek éves működésére fordítja az önkormányzat. Ki kell azt is emelni, hogy attól függetlenül, hogy még nem jelentek meg a pályázati kiírások, a folyamatosság jegyében a klubok már kaptak egy kisebb előleget az előző évekhez képest. Ez azért kell, mert sok klub esetében az évelei már elkezdődik a, a, ugye a munka, tehát be kell fizetni különböző járulékokat, és ebbe az önkormányzat úgy próbál partner lenni, hogy egy kis részt hozzá. Az előző évekhez képest változást jelent, hogy a pályázók kategorizált elbíráláson esnek majd keresztül, és pontozás alapján kerül szétosztásra a keretösszeg. Az újonnan alakult klubok most nem pályázhatnak. Ez más önkormányzatokban, más területen is így van. Az újonnan alapult kluboknak egyéves aktív munkát kell bizonyítani, tehát azt, hogy különben is aktívak meg tudnak élni, illetve tagjai kell, hogy legyenek a sportszövetségnek. Tehát csak azok a klubok tudnak támogatást kapni, ez önkormányzati határozat is, illetve felsőbb szinteken is ez az, az elképzelés, illetve ez a hagyomány, hogy csak azok a klubok tudnak pályázni, akik letesznek egy egyéves működést, illetve a sportszövetség tagjai, tehát akár igazolt játékosokkal, akár igazolt múlttal tudnak elszámolni, hogy valóban a sporttevékenységet végeznek. A nyílt pályázatra március 2. 2-ig lehet jelentkezni, a jóváhagyott programokról március végéig kapnak értesítést az érintettek. A pályázat teljes szövege és a formanyomtatványok megtalálhatók a község hivatalos honlapján.